Nos hát, sziasztok, én Balázs vagyok, és ebben a videóban, mint ahogy a címből kiderült, egy hardcore világot fogok indítani. És igaz, már elég régen volt videó, de most, hogy mindenki otthon van, van ez a karantén, és remélem, hogy minél gyakrabban fogok tudni videót csinálni, picit gyakrabban, mint eddig csináltam. Azaz a videók száma nem lesz egyenlő a nullával, úgyhogy na kezdjünk is bele. Természetesen a név az az lesz, hogy Hardcore YouTube. Na. Ami természetesen Hardcore világban kezdő érték a világgenerátornak. Mit írunk be? The Hardcore World. Így. Elvileg minden. Oké. És akkor kezdjünk is bele, nézzük meg. Most mondhatnám, hogy régen Minecraftoztam, de ez nem igaz, mivel nemrég csináltam egy videót Ádámmal, link a leírásban, amiben egy modot próbáltunk ki, de ez most más, ez a sima True Minecraft. És ilyet már rég játszottam. Aha, egy látótávolságot lentebb veszek. Na, így már is jobb. Tehát akkor nézzük, milyen helyre, milyen a kezdő helyünk. Hopp, ott már vannak méhek. Na igen, ez 1.15.2, amivel én nem túl sokat játszottam, vagy hát játszottunk szerveren, de még például azt nem tudom, hogy mit kell csinálni a méhekkel, úgyhogy erről mindenképpen fogok videót nézni, vagy utána olvasok. De úgyis majd ki fog derülni a játék során. Fontos, még ebben a verzióban a nether újítások nem jöttek be, szóval az még marad a régi. Csinálunk szépen egy crafting table-t. Na. Így. Csákányi szedünk követ. Új, de le se kell menni. Le se kell ásni. Mivel ez hardcore, szóval ha egyszer meghalok, akkor gyakorlatilag vége. Úgyhogy nem kéne meghalni, főleg nem az első részbe. De amilyen jó szerencsém szokott lenni, ez elkerülhetetlen lesz, de most ezen változtatunk. Így. Mit csináljunk még? Balta. Mondjuk egy kart. Ja, így. Na, véletlen bent volt még egy. Na mindegy. Itt láttam vasat, úgyhogy ezért... Na jó, ez itt jó kezdés. Hogy van vas, illetve szén. Mind a kettő létfontosságú ebben a játékban. Egyébként folytathatnám a régi túlélő sorozatot, amit már elég régen kezdtem, és elég régen nem is csináltam belőle új részt. Megvan a világ, csak az az egyetlen baj, hogy 1.7.2-ben van, ami meg... Hát, picit már elavult, mondjuk úgy. Gyorsan egy pár fákját csinálok. Így. Nehogy ránk jöjjön valami, mert az nem lenne túl jó. Igen, szóval említettem, hogy mostanság több videót szeretnék csinálni, kihasználva ezzel azt, hogy itthon vagyok, nem pedig az iskolában. És ez úgy fog megvalósulni, hogy a másik csatornára is fogok videókat csinálni. Fogunk, pontosabban, mert ez egy közös csatorna a haverokkal, pontosabban az I'm with the Boys-zal. Annak is természetesen a linkje a leírásban lesz.
nézzétek meg. Nagyrészt ott lolos videók vannak, de igen, eddig csak lolos videók vannak, meg a legutóbbi LAN partiról is van fent egy montázs videó, ami nagy valószínűséggel lesz még olyan. De egyelőre most karantén van, úgyhogy mindenki itthon van. Na jó, akkor én úgy gondolom, hogy még szedek egy kis követ. Így. És csinálok egy kemencét. Vagy előbb kéne valami bárány? Milyen a nehézség? Nehéz. Ja, mert hard, igazából ez hülyeség volt megkérdezni. Jegyezzük meg, hogy innen jöttem. Szétnézek, hátra találok egy bárányt. Vagy hármat. Bár a közelben nem nagyon látok, úgyhogy visszamegyek. Mert félek kicsit az éjszakától. Ha itt vannak méhek, azokat hagyjuk. Nehogy megcsípjenek. És az a nagy harci helyzet, hogy szerintem eltévedtem. Innen jöttem, szerintem. Nem. Na jó, ez elég gáz. Hogy még el se kezdtem, és már eltévedtem. De nagyon remélem, hogy vissza is találok. Már pedig visszataláltam, hál' Istennek. Akkor egy picit én amondó vagyok, hogy költözzünk ide le, biztonságba. Mondom, biztonságba. Aha, A skeletonokat nem, azt nem akartam, hogy jöjjenek. Jó, az nem baj, ha megöli. Öljék csak meg egymást szépen. Nagyon jó. Hopp. Így. És mindjárt meg is fogom sütni a... mit, csirkehúst, mert éhes vagyok már. Akkor egyből rámegyünk a vas cuccokra. Mennyi lehet az idő? Már megy lefele a nap. Aj, de jó. Nem baj, akkor a mai estét lehet a bányában töltjük. Jó, és akkor én szerintem itt szétnézek gyorsan. Esetleg tényleg jó lenne, ide leszek egy földblokkot. Mert tényleg jó lenne, hogyha találnék valami állatot, leginkább bárányt. Hogy tudjak hol aludni. Ez ilyen fenyőerdő. Itt szoktak lenni, nem? Vagy csak, hogyha havas, ott van csirke. Jaj, megvettem a kis csirkét. Ezt nem akartam. De van kajánk. Szerek ilyen bogyót is, mert az is ad kaját. Ha megeszem. Megcsípett. És akkor én vissza is megyek, mert ennél jobban nem akarok eljönni, mert félek, hogy eltévedek. Ami nagyon könnyen bekövetkezhet, ezt már megtapasztalhattátok. De itt most megint bánya van? Húha, akkor lesz mit felfedezni. Jó. Csak én pici. Jaj, de jó, elkiabáltam magam. Nem baj. Menjünk vissza a bázisunkra. Ez túlzás még, hogy bázis, de...
Nem baj, szeretünk túlozni. Igen, itt van ez a mély kaptár. Itt a földblokkom. És ki is égett a vas. És mindjárt megy be a következő adag. Igen, betettem a vasat is. Szóval, szerintem csinálok egyből még egy vasbaltát. Vagy csinálok egy vasbaltát. Mert most hirtelen jó sok vasat szereztünk. És akkor le is cseréltem a kőcuccokat. Egy kis csirkét eszünk. És rendezem az inventory. Így rendeztem is a dolgokat. Akkor én amondoljak össze, gyűjünk még egy kis követ. És barikádozzuk el magunkat, vagy elbarikádozom magamat annyira, hogy ne jöjjön be semmiféle gonosz szörny. Na, akkor mérges leszek. Ez az... tökéletes. Innen nem fog jönni semmi. Szedek a kökkezembe. Creeper, ne. És hogyha így ugrok egyet és úgy ütöm meg, akkor ez így kritál, vagy... vagy inkább meghalok mindjárt. Jó, ezt is kiégettük sikeresen. Úgyhogy én szerintem nekiállok és csinálok magamnak egy vasruhát. Először a két legfontosabbat. Így. Na, kemencébe kraftolni el is jó. És kéne még 2 darab vas. És meg lenne a teljes vas szett. Ami ott van. Ott van a leendő vas szettem. Azt az, hogy lőtte? Akkor egyből. Azaz. Jajj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 
Ott áll ez a szemét, látom én. Úgy. Ott is van. A vas felszerelés. Kajálok még egyet. És nagyon óvatosan megindulok. Kéne még fákja, mert nyilván én ilyenekre nem figyelek, hogy fákját is csinálják. Na, mindegy. Azt a hello! Miért fogy ennyire a szívem? Vagy na, a kajám? Na, májban látom, hogy jön fel a nap.
csak már megőrültem. Ja, megőrültem inkább. Ez bizony még nem jön fel. Aha, itt a pók. Ez nem bányapók. Egy kis sima szemét. Ide dobta a szemét. Azt a mekkora már. Na. És nagyon-nagyon sok vas van. Örülök. Is, meg nem is. Már megint ezt mondom. Mert én menni szeretnék sétálni a tájon és felfedezni új dolgokat. Ám hogyha ennyi dolgot kell kibányászni, akkor jó sok idő lesz, de inkább kivágom és kész. Jó, megszedem magamat vasból meg szénből, azt mondhatni. Ez későbbiekben jó lesz. Sőt, most is jó. Ez így összeköt. Tetésben van. Ó. Ó, erre nem számítottam. Hoppá. Lifehack. Mindig legyen nálad egy kőcsákány. Bármikor szükséged lehet rá. Honnan jöttem. Ugye? És az is lehet, hogy már nappal van. Ja. Nappal van, úgyhogy lehet el kéne indulni. És legalább annyira, hogy itt szétnézni. Ezt inkább mint kiégetem. És... ja, csinálok egy új vascsárkányt, azért jöttem igazából fel. És mit hallom a... csirkéket, vagy hallottam egyet. Eddig arra mentünk, hogy most nézzünk fel szerintem kicsit erre. A... ez itt tojt egy tojást, hello. Kösz. Azokat bunyóznak. Jó van, én itt hagyom őket. Se egy tehén, se egy bárány, se egy disznó itt. Hát, csodálatos. Ez ilyen csirkeország. Hopp, ott egy farkas. Van négy csontom. Megszörítsem. Nézzük, sikerül-e. Elsőre, szavasz te. Mi legyen a neve? Legyen. Mi legyél? Legyél te, izé, buksi. Úgyis ez az igazi kutyának is a neve, úgyhogy buksi. Itt van buksi 2. Őt békén adjuk. Ez az enyém? Igen. Ó, hát itt erdő van végig, de jó. Én azt gondolom, hogy kéne még szedni egy kis húst valahonnan. Visszamenni oda, ahol hagytam a sok-sok vasat. És elindulni. Elindulni, menni.
amerre a szem ellát, arra menni. Bármerre el... Hó, hallottam én itt. Hallottalak ám te? Itt vagy, hello. Egyedül vagy? Nem vagy egyedül, nem. Ami jó hír. Ó, ott van, és pont jó irányba megy, mert ő arra van a bányám is. Ha minden igaz, már pedig ez igaz. Tényleg ez a bány, ez erre is folytatódik, ne idegesítsé. De ez folytatódik! Ott, öld meg, buksika, öld meg. Gyere, öld meg. Gyere, öld meg te kutya. Haha, attól fél. Na mi van? Ügyes voltál, buksi. Majd kapsz csontot, meg húst, vagy amit akarsz. Csak előbb gondoskodjunk arról, hogy ne halljak éhen. Mármint... Hogy csinálunk egy új kemencét. És nekiállok kisütni ezeket. Ó, és most a real buksi az megugat. Úgyhogy fantasztikus. Nem tudom mennyire hallatszik bele a videóba, de... mindegy. Mindegy. Na jó, itt lesz egy vágás. És... onnan folytatjuk, hogy mindenki sült, és indulunk. Na jó, inkább eljöttem egy picit bányászni, mert... untam. De egy vágással vissza tudunk menni oda. Miben kis csirke lesz? Nem. Majdnem éreztem, hogy majdnem az lett. Hopp, még többet berakunk, hogy így még hosszabb legyen a videó. Nem. Így fordítsd el a fejed, de... Vágyunk egy kis édes bogyót. Az egyet visz fel, ez meg négyet, ugye? Igen. Tökéletes. Tényleg nekem itt volt az édes bogyó, nem tudom mit sírtam itt, hogy nincs kaja. Na, akkor egy vágás. Na, és ki is sült minden. De közben be is esteledett, úgyhogy menjünk le bányászni. És ebből lesz egy ördögi kör, úgyhogy nem megyünk le bányászni. Elhúzunk innen. Nem, már elég. Eszünk még egy bogyót. Gyere, buksi, haló. Gyere. Gyere te, jó van. Itt is maradhatsz. Aha, ezt elfelejtettem. Egy kis fákja. Így, mehetünk. Mondjuk, merre induljunk el? Még induljunk el arra. Szépen. Ott egy zombi, nem érdekel. Pók, az sem érdekel. Csak megyünk. Megyünk és megyünk. A creeper, az már érdekel, mert attól félek. Ó, basszus. Meg attól is félek, hogy be fog telni. A merev lemez, de nem baj, tízeket ez nem érint. Na jó, most itt van egy kicsit jobb kilátás, és ha jól látom, az ott egy kis mező. Jó, menjünk a tisztás fele, mert arra emlékeim szerint... Ó, azt akartam egyébként mondani, hogy ott több bárány lehet, mint erdőbe. De észrevettem ezeket a gyönyörű teheneket. És... ja, kell a hús. Bocs, tehenek.
ez az élet már csak ilyen. Kutyám, itt van. Akkor mit mondtam? Megyünk a tisztásra. Hát, oda megyünk. Nem akarok futni, mert elég gyorsan lemenne a kajacsíkom. És ezt nem szeretném. Vagy inkább el szeretném kerülni. Aha, ott hegyek is vannak. Ó, akkor az is még jobb. Ha itt ilyen elég durvaságok vannak, ilyen skeleton, meg Slender, de hogy is Enderman. Hopp, úgyhogy itt izé, spuri. Oké, kiértünk a tisztásra. Szeretem a tisztásokat, ott pusi, kapd el. Gyere. Ott, jöjjön. Ügyes, jó, kutya. Ha ott már látom, vannak disznók. De akkor inkább előbb csirkét. Csirkét vágunk. Kell a kaja. Jó van, zombi, te is, te. Mit keménykedsz. Üjjéle. Ott már láva is van, ez egy elég szép környék. És vannak ilyen fantomok is, amik akkor támadnak, hogyha egy játékos, jelen esetben én nem alszok 3 éjszakán keresztül, úgyhogy sürgősen kéne bárányt találni. Óhó, csak szólni kellett, ott is vannak. Igen, és az megőrült, hello! Gyerünk, buksi, öld meg! Ó, ez a kutya, ez meddig kergeti? Ó, oh, hello, eddig. Bocs, buksi, mindjárt kapsz majd húst. Én amondó vagyok, hogy szaladjunk oda a bárányokhoz. Öljünk meg gyorsan 3-at. És aludjunk, még mielőtt bármi bajom esne, mert itt úgy látom, hogy egyre csak gyűlnek. A mobok. És én félek. Igen, megvan 3. Igen, megvan 3. Igen, megvan 3. Nem baj, hogy már jön fel a nap. Én mégis akkor is alszok. Ezt jól megmondtam. Akarom mondani, nem alszok, mert nincsen fám. Úgyhogy ez szívás. Itt a fa. Már meg is telt az inventorium, hát az király. Mit napraforgó nem kell. Így. És felszabadul egy hely. És feljött a nap, úgyhogy mégsem alszok, de azért megcsinálom az ágyat. És most nézem, hogy egyel kevesebb gyapjút szereztem, mint akartam. Na majd most. Na jó, nem süt a még a nap, na. Hoppa, ott a sült zombi. Jó, ez megvan. Ágyunk van. Kajálok egy picit. És ha jól látom, van már jó sok hús. De még szerzünk. Igen, itt vigyázni kéne. Belakoltam. Na jó, ez meglepett. Széthasítottuk. Most van 3 húsom is, és mindegyiket ki kéne majd égetni. Ott egy Enderman. Megpróbáljuk megölni? Hogy ne? Egyből rámegyünk. Az a csontváz. Ez itt fürdik.
Jó, ez az Enderman eltűnt, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy itt tovább megyünk, és átmegyünk azokon a hegyeken, amiknek nem tölt be a textúrája. Vagy ez alapból ilyen? Na jó, nem baj, nem baj, hogy ilyen. Minket az nem zavar, de az már zavar, hogy nincs meg a 60 FPS-em. Így picit lentebb vettem. Lámák. Jó, lámákkal nem foglalkozunk, mert szerintem most fölösleges. Még pedig ott is vannak azt a... Viszont csirke az kell, mert a húst persze. Valamiért a sült sertés szeletre azt tostam, hogy sport szelet, de ez most már elékes. Na jó, itt elég furán sikerült a játéknak ezt legenerálni. Ja, de óvatosabban kéne mennem. Én még arra biztosan tovább fogok menni, keresek valami falut. Vagy valamit. De előbb ezeket kiégetem. Kiégetem, na. Megsütöm. És akkor egy vágás múlva jelentkezem. Itt is vagyok, és... kisütöttem az összes húst. Úgyhogy most már ilyen halni egy darabig nem fogunk. És... De ez a rész szerintem mára ennyi lett. És következő részben azzal folytatjuk, hogy arra fogok tovább menni. Mindenképpen arra fogok tovább menni, bár azok a hegyek is érdekesek. De az a rész valahogy jobban vonz, mert ott a mező, meg ott a folyó. Úgyhogy arra fogunk tovább menni következő részben. Minden esetre köszi, hogy végignézted ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor lájkolj és iratkozz fel, meg minden ilyesmi, amit szoktak mondani a nagyobb videósok. Igen. Szóval, köszönöm a figyelmet, én Balázs voltam. Sziasztok!